Egy drónt ma már rengeteg dologra használnak, felvételeket készítenek, permeteznek vele a mezőgazdaságban, egyes európai országokban pedig már pizzát is kiszállítanak segítségével. Magyarországon idén februárban alkották meg a dróntörvényt, melynek értelmében már minden nem játékcélú drónt és az üzemeltetőjét regisztrálni kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyilvántartási rendszerében. Ennek ellenére számos szabályozás kidolgozásra vár még, így a törvény egyértelműsítése érdekében több mint 60 alapító tag részvételével létrehozták a Magyarországi Drónkoalíciót. Mi azt látjuk, hogy ez az iparág, ez egy teljesen új iparág, roham tempóban fejlődik, és talán gyorsabban fejlődik maga az iparág, mint az ilyen olyan keretrendszer, ami ezt támogatná. Most keretrendszer alatt érthetek számos olyan problémát, ami mind megoldásért kiállt. És ezért a célunk az az, hogy biztosítsunk egy fórumot, ugye, amit már létre is hoztunk, és ezen a fórumon, vagy ennek a keretein belül tudjanak találkozni a fejlesztők, az üzemeltetők, a felhasználók, és azért, hogy megvitassák a legfontosabb problémákat, potenciális megoldásokat, együttműködéseket vázoljanak fel, alakítsanak ki. Ezzel mi azt várjuk, hogy versenyképességi növekedést érjenek el a hazai vállalkozások, és kerüljön a világ élvonalába a hazai drónos iparág. A jelenlegi szabályozás értelmében regisztráció és drónvizsgával rendelkező személy lakott területen kívül szabadon használhat drónt. Lakott terület felett viszont szükséges az eseti légtérhasználati engedély beszerzése is. Ezt az igénybevétel előtt 30 nappal jelezni kell a Honvédelmi Minisztérium állami légügyi főosztálya felé. A drónreptetés szabályait megszegők ellen a légi közlekedési hatóság és a rendőrség is eljárást indíthat. A jogi értelmezés azonban számos tényezőtől függ. Annak vonatkozásában, hogy kell-e tanfolyam, kell-e engedély, kell-e biztosítás, kell-e regisztráció, ez mind attól függ, hogy pontosan milyen drón szeretnénk üzemeltetni, milyen módon üzemeltetjük ezt a drónt, mekkora a drón, hol fogjuk a drónt üzemeltetni, akkor a drónpilóta a látástávolságon belül irányítja úgymond saját szemrevételezéssel a drónt, vagy valami speciális eszközt használ a drónnak az irányítására látótávolságon túli üzemeltetésnél. Tehát ez mind meghatározza, hogy pontosan milyen kategóriába esik az adott drón, és annak mind megvannak a külön szabályai. A drónhasználat a Hungarocontrol ZRT által kifejlesztett MyDroneSpace nevű mobil alkalmazáshoz kötött. Az applikációval nyomon lehet követni a magyar légtér struktúra aktuális helyzetét, illetve a drónozás számára tiltott területeket. Az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót, ha az általa bejelölt terület korlátozott vagy tiltott légteret érint, illetve jelzi azt, ha ugyanabban a légtérben, ugyanabban az időben másik drón is található.